Aranyba öltözött nő és férfi a cella szeptióra bejáratánál. Ezzel a különleges látványossággal fogadták az érdeklődőket az idei fényfesztivál beharangozóján a szervezők. A Zsolnai Örökségkezelő szeptember 30-a és október 3-a között rendezi meg Pécs legnépszerűbb eseménysorozatát. Tehát ez egy olyan nagyságrendű fesztivál, ami európai és világszinten is kimagasló, azt gondolom, és a szervezési idő az durván fél és egy év között van, tehát nagyon-nagyon sok időt kellett eltöltenünk, és egy ilyen utolsó hajrát is végre kellett hajtani, hogy beérjünk a célba, de úgy gondolom, hogy a szeptember 30, október 3 bizonyítani fogja azt a munkát, ami egyébként ez mögött szerepel. Miben más, milyen újdonságokat hoz a 2021-es fényfesztivál és érdekességeket? Az egyik legizgalmasabb az, hogy megpróbáltunk kimozdulni a belváros helyszíneiből, és a Pécsi Tudományegyetemmel együttesen karöltve készítettünk egy új produkciót, egy installációt, ami az új kampusz, a Szigeti úti kampusz területén fog megjelenni. Ez egy ideg pályát ábrázoló 5-6 méteres hatalmas alkotás, és a neutronok fognak száguldani benne. Én magam sem tudom, hogy ezt hogy képzeljem el, de valószínűleg nagyon izgalmas, és bízom benne, hogy ezzel együtt mindjárt megfogjuk majd azt a réteget, aki egyébként ebbe a szeptemberi, illetve az őszi időszakban a számukra a egyik legfontosabb a városban, ők pedig a magyar és a külföldi diákok. Hiszen a nyári időszakban ugye ők szabadságon vannak, illetve hát a nyári szünidejüket töltik, viszont most kitűnő alkalom, hogy ezt a több tízezres fiatal korosztályt is megszólítsuk, és számukra egy olyan négynapos fesztivált biztosítsunk, ami azt gondolom, hogy azoknak, akik mondom ebben az időszakban egyébként nyári időszakban nem voltak, most végre velünk lesznek. A helyszínek között még nagyon izgalmas egyébként a civil közösségek háza, mint új helyszín, és a Csontvári Múzeum, ami azért is érdekes, mert pont két csontvári alkotást fogunk olyan szintre hozni, ami egy audiovizuális megjelenés, egy interaktív program. Az egyik az, hogyha a mikrofonba belefújunk, akkor a fák, a csontvári fák, ugye a cédrusok meg fognak mozdulni, és ez gondolom, hogy mindenkinek az érdeklődését fel fogja kelteni, különösebben a fiatal családosok, gyerekek fognak ennek a szemörülni, hogy interaktívan szórakozhatnak egy kicsit. Aztán ezen kívül izgalmas lesz az, hogy lesz nappali installációink is, ezek közül az egyik helyszín az Evangélikus Templom Diskagyőző utcai területe, ahol egy színreflexiós térvetítést fogunk bemutatni. Ez is azt gondolom, hogy új a fesztivál életében, nem nagyon volt jellemző, hogy nem csak sötétben, hanem nappal is megpróbálunk megmutatkozni. És hát nem utolsó sorban a helyszín választásunk a sajtó bemutató és a meghívottaknak is. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert azt gondolom, hogy Pécs egyik büszkesége az UNESCO világörökségi helyszín, ahol meg fogjuk mutatni az egyik alkotást egyébként. Egy párhuzamos univerzumba fogunk becsöppenni a négy nap alatt, és hát szerettük volna azt is, hogy azok a vendégek, azok az érdeklődők, akik egyébként ezen részt vesznek ezen a négy napon, azok megismerjék ezeket a számunkra oly becses helyszíneket is. 2019 óta mindig van egy fókuszországunk, akkor 2019-ben Finnország volt, idén Horvátországra esett a választás, nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük kulturálisan, és azt gondolom, hogy az ott dolgozó zágrábi, pulai, eszéki kollégáknak a műveit, alkotásait be tudjuk majd mutatni, és őrájuk fogunk fókuszálni nagyobb számban, mint a többi külföldi alkotó, de ők is meg fognak jelenni, és hát bízom benne, hogy ezáltal is jobb kapcsolat és több ismertség fog kialakulni itt a szomszédos országnak közösen.
A fény útja, a helyszínei a jelenlegi szabályozások alapján szabadon látogathatók, míg a Zsolnai Light Art fényfestőverseny, az utcaművészeti programok és koncertek látogatásához védettségigazolvány szükséges. A programok nagy része ingyenes, de a fény útja extra helyszínei egy karszalag megváltásával látogathatók, mondták el a szeptember 15-i tájékoztatón.